Osváth György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet magángyűjteménye Csengerben, ebben az épületben található. Értékes mű és emléktárgyak sorakoznak a kiállítóteremben, a könyvtárban pedig több mint 39 ezer kötet, ebből adódik, hogy a Csengeri intézményt nem csak diákok és érdeklődők keresik fel, hanem tudományos kutatók is. Elsősorban történelmi jellegű kutatókat várunk ide, ugyanis könyveinknek nagy része magyar, illetve különböző országoknak a történelmével foglalkozik, de számos szép irodalmi könyvvel is büszkélkedhetünk, úgyhogy aki irodalom terén kutat, az is talál nálunk valami érdekeset biztosan. Az irodalmárok és irodalmi kutatók egyik kedvelt helyén Parciumi konferenciát tartottak. Többek között Antal Balázs főiskolai adjunktus tartott előadást. Témája a regionális irodalom történeti kutatás volt. A rendezvényen elhangzott, a kutató munkákat egy hálózat segíti, azaz a Parciumi Területi Kutatások Intézete. A mai esemény is arról szól, ez a Parciumi konferencia is arról szól, hogy a környékbeli főiskolákat, egyetemeket, kutatóhelyeket egy klaszterbe, vagy úgy tetszik, egy szövetségbe, egy konzorciumba összevonva kezdjünk hozzá szisztematikusan elvégezni ezt a munkát, amely eddig is zajlott, csak esetlegesen. Tehát innentől egy teljesen szervezett alapokra szeretnénk helyezni ezt a folyamatot. Az Osváth gyűjtemény így hivatalosan is történelmi, irodalmi kutatóhely lesz a Parciumban.